Eredetileg Weissmüller Johannak hívták, amikor 1904. június 2-án megszületett Szabadfalván, Petrus Weissmüller földműves és Elizabeth Kers tohánygyári munkás gyermekeként. A család az Egyesült Államokba vándorolt még a kisfiú születésének évében. Az apa először Pennsylvániában egy bányában dolgozott, majd Chicagóban telepedtek le. A család Péter nevű kisebbik gyermeke már itt született 1905-ben. Johnny gyerekkorában sokat betegeskedő, légzési problémákkal küszködő vézna kisfiú volt. Orvosai azt mondták, ha a szülők nagyjából emberformájú példányt szeretnének belőle összehozni, vigyék el úszni. Az emberforma összejött. A vézna kiskölyök 190 centis, 95 kilós óriássá nőtt, és kiváló sportolói adottságai is hamar kiderültek. 1918-ban az apa elhagyta a családot, és a fiúk a Michigan-tó partján vízimentőnek álltak. Ekkor kezdődött Johnny úszópályafutása, amely 5 olimpiai aranyérmet hozott. 20 évesen indult a párizsi nyári olimpián, ahol egyébként öccse születési bizonyítványát használta, aki már az USA-ban született, így automatikusan amerikai állampolgár lett. A párizsi olimpián Weissmüller 3 aranyérmet szerzett úszásban, valamint tagja volt a 3. helyen végzett amerikai vízilabda csapatnak is. 4 évvel később további 2 aranyérmet szerzett. 1922 és 1928 között 67 világrekordot állított fel, 52-szer lett amerikai bajnok, és ő volt az első olyan ember, aki a 100 méteres gyorsúszás távját 1 percen belül teljesítette. Ilyen eredményekkel és ilyen testalkattal nagyjából esélyesen volt, hogy elkerülje a filmes karriert. Hamarosan Hollywood sztárja lett, mint Tarzan megszemélyesítője. Bár összesen több mint 30 filmben játszott, saját magát mégis inkább úszónak tartotta és nem színésznek, arra volt a legbüszkébb, hogy vízimentőként 11 ember életét sikerült megmentenie. Életében 1948-ban zárult le a Tarzan korszak, ezután a Jungle Jim képregényből készült 12 részes filmsorozatban játszott 1954-ig, ezt már csak néhány kisebb szerep követte, az utolsó 1976-ban. A 70-es években folyamatosan romlott az egészségi állapota, miután 1974-ben eltörte a csípőjét és mindkét lábát, már sosem gyógyult meg teljesen. Ráadásul a kórházban derült ki, hogy az életét végig sportoló Weissmüllernek súlyos keringési és szívbetegsége van. 1977-től a mexikói Acapulcóban élt. Utolsó éveire teljesen elszegényedett, rossz üzleti döntései és fényűző életmódja miatt. Élete vége felé segédmunkásként dolgozott. 1984. januárjában bekövetkezett halála után azért még egyszer felidézték régi dicsőségét. Amikor koporsóját a mélybe engedték, felvételről háromszor felhangzott legendás Tarzan üvöltése.